Jó estét kívánok! A gulyás kommunizmus, a legvidámabb barak kifejezések a magyar lakosság viszonylagos jólétére utalnak a környező szocialista országokéhoz képest. De valójában milyen volt az élet az 1960-as, 1970-es években? Hogyan dolgozta fel a nemzet a megtorlás időszakát, ha nem beszélhettek róla? Milyen traumák köthetőek a Kádár rendszerhez, melyek máig élnek a közös emlékezetben? Ennek járunk most utána. Lássuk, mi mindenről lesz szó az M5 História mai adásában. Spitzli, kém vagy besugó? A diktatúra titkos rendőrsége akció közben. A szocializmus épített öröksége. A Kádár kocka tündöklése és reneszánsza. Kóla, Farmer, rágógumi. Az imperializmus tiltott termékei, amelyek legyőzték a diktatúrát. Volt egyszer egy ifi park, a beat zene és a hatalom találkozása a rockkoncerteken. Ha a Kádár rendszerről beszélünk, akkor nyilvánvalóan 1956. november 4-én kell kezdenünk a szovjet bevonulással és a megtorlással, de aztán utána telnek az évek és telnek az évtizedek, és azt is Kádár rendszernek kell neveznünk. Takács Tibor történésszel most arról szeretnék néhány szót váltani, hogy a Rákosi rendszer és a Kádár rendszer nyilvánvalóan diktatúra volt, tehát mind a kettő proletár diktatúra volt. Mégis miben különbözött a Kádár rendszer a Rákosi rendszertől? Nagyon sok mindenben. A lényeget tekintve azonosak voltak, hiszen az a politikai intézményi rendszer, gazdasági rendszer nagyrészt hasonló volt, vagy azonos volt. Nyilván azt is figyelembe kell venni, hogy idővel a Kádár rendszerben, gondoljuk a 68-as gazdasági reformra, ez a gazdasági intézményi rendszer is némi változáson ment keresztül, de a hatalomgyakorlás módszere, vagy alapjai, a módszerében voltak változások, alapjaiban nem sok. Akkor a módszerektől folytatjuk. A kádári tudatosan puhának nevezett diktatúra az AVH feloszlatásával azt a látszatot keltette, hogy megszűnt az állambiztonság, de ez korán sem volt így. Erről és a titkosszolgálati felső vezetők életútjáról tudhatunk meg részleteket a Párt Állambiztonság arcképek Kádár titkosszolgálatából című könyvből. Tisztelt kongresszus, kedves elvtársak, kedves elvtársak! Az 1956 után kiépülő rendszerben még mindig a titkos rendőrségre támaszkodó elnyomó diktatúra uralkodott. A forradalom után Kádár vezetésével hatalomra jutott rezsim százakat végeztetett ki, ezreket börtönzött be vagy internált. Ebben nagy szerepet játszott az állambiztonság. A volt ávósok, később karhatalmisták, pufajkások lettek a kádári titkosszolgálat első garnitúrája, és belőlük kerültek ki azok a állambiztonsági vezetők, és beosztottak, akik aztán később, sok esetben, egészen akár a rendszerváltásig is végigszolgálták a kádári úgynevezett puha diktatúrát. 14 felsővezető életútján keresztül tudhatunk meg számos kevésbé ismert történetet. Krahulcsán Zsolt történész, Pártállambiztonság, arcképek Kádár titkosszolgálatából című könyvéből. A szempont volt, hogy kik voltak ők, honnan jöttek, és miért lett belőlük az, ami vagy aki. Tehát, hogy hányféleképpen kerülhetett be valaki. Tehát nagyon fontos a rekrutáció, hogy toborzódott ez az állomány. A forradalmat követően jóval kifinomultabbá vált a megfélemlítés. Kádár a külsőségeken is változtatott. 1956 után a politikai rendőrség tagjai, szemben az ávós időszakkal, nem hordtak egyenruhát. A Rákosi diktatúra idején mindenki tudta, hogy az állambiztonság székhelye az Andrássy út 60, illetve a Dunaparti Fehérház. Aztán ez is változott. Az átlagember számára úgy tűnhetett, megszűnt az állambiztonság. Valójában nagyon is létezett. Titkos lakásokban, amit az állambiztonság kezelt, ott szerveződtek meg, adott esetben egy-két hét hónapig is, ott működtek a különböző részlegei az állambiztonságnak. Olyan fegyveres erőre volt szüksége Kádárnak, illetve a kádári politikai vezetésnek, amely abszolút megbízható, és az ő mondjuk így utasításait követi, és az a érdekes az egészben, hogy kezdetben még maga Kádár sem volt ura ennek a bizonyos erőnek, tehát a karhatalom, illetve a pufajkások
És ettől maga Kádár is félt, hogy egy önálló erőként jelenik majd meg. Szegény paraszti származás vagy segédmunkási évek szükségeltettek. Emellett általános iskolai, legfeljebb középiskolai végzettség is elég volt ahhoz, hogy felvételt nyerhessenek a belügyi szervekhez. Párthoz való hűség az a legfontosabb szempont volt. Az osztály szempont, tehát a származás, hogy úgynevezett munkás vagy paraszt származású legyen az illető, tehát a legritkább esetben került mondjuk a államvédelem, vagy az állambiztonság állományába úgynevezett osztályidegen származású beosztott, aztán később esetleg parancsnok, és talán a szakmai hozzáértés volt a legutolsó szempont. Később a kádári konszolidáció során a belügy is módszerváltáson ment keresztül. A nyílt erőszakot kivették a politikájukból, inkább a megelőzés, a bomlasztás, az előzetes jelzés lett a feladatuk. Illetve megkezdődik a tisztogatás a belügyi állományon belül is. Holos Ervin csak pár évig volt a belügyben, és a megtorlás, tehát 56 után került a belügyminiszter állománya az állambiztonsághoz, a belső reakció elhárításnak az egyik osztályára. 62-ben már el is küldik, mert annyira szektás, annyira balos nézeteket vallott, ő is, meg még egy-két társa, hogy ez már Kádárnak, 62 után, akkor már ezekre a szélsőbalos figurákra, kompromittálódott figurákra nem volt szüksége. Sőt, félt, úgymond Kádár a BMM belül kialakuló egyfajta baloldali szélsőbalos ellenzéktől. A többek között Tömpe András, Szalma József, Harangozó Szilveszter és Horváth József állambiztonsági főtisztek és belügyminiszterek életrajzait tartalmazó könyv után hamarosan napvilágot lát Biszku Béla teljes életútját és a kommunista rendszerben betöltött szerepét bemutató önálló kötet is. Szóval a proletár diktatúrát természetesen a Kádár rendszerben is fenn kellett tartani, és ennek megvoltak az állambiztonsági módszerei, ahogy hallhattuk, láthattuk az imenti pár percben. Kiket kellett figyeltetnie ennek a rendszernek mindenképpen? Kezdetben természetesen a 56-osokat, akik mondjuk kezdetben börtönben voltak, de nagyon sokakat, mindenkit azért nem sikerült börtönbe, vagy nem is tudtak börtönbe zárni. Nyilván a hagyományos, a régi volt uralkodó osztályok, polgárság, ezek a hortista katonatisztek. Csendőrök például. Csendőrök, igen, tehát ezek a régi rend emberei, ha tetszik. Később, illetve ezzel párhuzamosan természetesen az egyházak, különböző egyházak felső vezetését, vagy általában az egyházak lelkészeit, papjait, de ugyanilyen nagy erőkkel működtek az ifjúság köreiben is, ott is mindig megtalálták az ellenséget a rendszer képviselői. Annyiban változott az 50-es évekhez képest a megfigyeltek köre, hogy a Kádár rendszerben a 56 utáni megtorlás lezárultával, vagy lassú lecsengésével többször is ráfordultak arra a törekvésre, és többször is nyomatékot adott ennek a politikai vezetés és az állambiztonság vezetése is, hogy az államvédelmi időszakra jellemző, Rákosi korszakra jellemző totális elhárítás politikájától vagy módszerétől egy elszakadva a úgynevezett tényleges ellensége koncentráljanak, tehát egyfajta, ha lehet ezt mondani, egyfajta kisebb, de hatékonyabb ellenségképpel operáljanak, és ilyen szempontból, ha lehet ezt mondani, akkor professzionalizálódott az állambiztonsági munka. 1963, akkor van egy amnestia, ez egy részleges amnestia, bár próbálják másként eladni egyébként, mintha minden politikai foglyot kiengedtek volna, de 1963-ban mindenképpen sokan kikerülnek a börtönből, 56-osok is. Őket utána nyilván meg kell figyelni, arra kellett felépíteni már azt a hálózatot, amely képes a megfigyelésükre? Hálózat az mindig volt, és nem csak 56-osokat figyelt, de nagyon jól látható, hogy a 56-os forradalom után kiépülő kádári állambiztonság gyorsan újjászervezi a hálózatát, és 59-ben ezt majdnem több mint 15 ezer főre tehető a létszáma. Ezt követően azonban, ahogy csökken vagy lecseng a megtorlás, ez a 60-as évek elejére ez 10 ezer fő alá csökken. Viszont a 63-as amnestia következtében
nagyon sokan kikerülnek a börtönből, illetve nagyon sok disszidens vagy emigráns 56-os haza is jöhet már, hogyha mondjuk megkapta az amerikai állampolgárságot, vagy nyugati állampolgárságot, és őrájuk viszont fel kell készülnie, így mond az állambiztonságnak, és ezért megfigyelhető, hogy ismét 63-tól kezdve meredeken emelkedik a hálózat létszáma, nyilván azért, mert az állambiztonságnak ez munkát, feladatot adott a börtönből kikerülő 56-osok ezreinek, egy nagy tömegnek a megfigyelése. Milyen kategóriák vannak? Önnek van egy könyve, Besugók a besugásról, ez a könyvnek a címe. Ez például az ügynök hálózatnak a besugásait tartalmazza, vagy hát a besugók vallomásait? Hát ez egy nagyon speciális része, ugye általában ha a hálózatot kutatják, hálózati személyeket, ügynökséget, akkor általában a jelentésekre koncentrálnak, vagy arra a szerepre, amit ezek az emberek betöltöttek úgymond a hatalom fenntartásában, de legalábbis az állambiztonság munkájában, viszont általában ők a saját munkáikról nem nagyon beszéltek. 90 előtt nyilván azért nem, mert nem beszélhettek nyilvánosan, 90 után viszont akkor sem nagyon, tehát a mai napig. Ebben a könyvben én csak néhány olyan korabeli, tehát ez még a 60-as, 70-es években született visszaemlékezés, vagy ilyen önreflexió vizsgáltam, és közöltem is részben, amelyekben volt, vagy még aktív hálózati személyek beszélnek a saját hálózati munkáikról, hogyan élték meg a beszervezés, milyen erkölcsi dilemmáik voltak, hogyan szabadultak meg ettől, és így tovább. A kádári diktatúra erőszakszervezetének működését jól szemléltető több száz propaganda és oktatófilm készült 1958 és 1988 között a Belügyi Filmstúdióban. A meglehetősen primitív narrációjú filmek témái között szerepel titkos házkutatás, célszemélyek operatív megfigyelése, lehallgató készülékek telepítése, vagy ügynökök és besúgók beszervezése. Most arról látunk egy részletet, miként tanították a kapcsolattartást nyilvános helyeken. Először a nyomozó jelenjen meg. A találkozók időtartama a helyhez és a feladathoz igazodva rövid legyen. A jelentés átadása és átvétele kapcsolódjon az adott találkozási hely lehetőségeihez. A gyakorlatban a legtöbb találkozót különböző vendéglátóipari helyiségekben bonyolítják le. Az előzetes tanulmányozás során el kell dönteni, hogy a helyiség elrendezése megfelelő a követelményeknek, és a helyiségen belül melyik a legalkalmasabb rész a találkozóra. Célszerű a boxos elrendezés, mert zavartalanságot biztosít a megbeszéléshez. Törekedni kell a legszeparáltabb hely kiválasztására. Hálózati személyt állandóan nevelni kell arra, hogy a konspiráció érdekében csak megfelelő önellenőrzés után menjen oda a nyomozóhoz. Számtalan ilyen akciófilm készült, mondjuk így egy akciófilm titkos házkutatásról, vagy éppen mi hogy kell a megfigyelést megvalósítani. Nem tudom, hogy így zajlott-e a valóságban, vagy másként? Nyilván ezek oktatófilmek, tehát egyfajta ideális vagy ideáltipikus képét mutatják a hálózat és az állambiztonság munkájának. Valójában ezernyi módon történhetett ez. Nagyon sokat tudunk, hogy pont mondjuk a TISZ nem figyelt a konspirációra, nem oktattak ki rendesen a hálózati személyt. Hálózati személy is sokféle lehetett, hiszen több tízezeres tömegről beszélünk. Azt mondja, a konspirált lakás például milyennek a funkciója? Itt is látszott ugye a bejátszásban, hogy a hálózati személyekkel valahol tartani kellett a kapcsolatot, ez történhetett nyilvános helyen is, de ott nagy volt a lebukás veszélye. Főleg egy vidéki városban, Budapesten el lehetett menni máshova, és egy olyan kocsmába, vagy kávéházba, vagy presszóba beülni, ahol nem ismerték az embert, vagy nem ismerték fel. Ezért sokkal biztonságosabb volt egy zárt helyen, egy lakásban találkozni. Ennek két formája volt a találkozási lakás, amely egy civil, egy átlag polgár, állampolgár lakása volt, és ugyanúgy rendelkezésre bocsátotta a,
egy-egy helyiséget a ilyen találkozókra. A konspirált vagy konspirációs lakás az pedig a BM tulajdonában volt, megfelelő fedéssel, tehát volt egy tanácshoz, vagy a lakcím nyilvántartóba bejelentett, vagy egy fiktív név, ő legalizálta, így mondták, így legalizálta a lakást, és ezt is általában ilyen ügynöki találkozásokra használták, vagy hogyha volt egy komolyabb ilyen operatív akció, akkor ezekre is alkalmas volt. Hogy szervezték be ezeket az embereket? Ugye most ügynökökről beszélünk, olyanok, akik jelentettek valakiről. A hálózati személyeknek azokat nevezzük, akik szervezetszerűen működtek együtt titkosan az állambiztonsággal, segítették annak a munkáját. Ilyenek hozzájuk hasonlóak voltak olyanok is, akik nem szervezetszerűen működtek együtt, tehát nem szervezték be őket, nem kellett aláírniuk egy beszervezési nyilatkozatot, például a hivatalos kapcsolatok vagy társadalmi kapcsolatok. És ugye voltak a tisztek, vagy az ST tisztek, szigorúan titkos állományú tisztek, akik pedig végezték az állambiztonsági munkát, nem segítették. A ügynökhálózat tagjait azt lehetőleg olyan emberekből kellett beszervezni, akiknek megfelelő hírszerző, információszerző képességük volt, és valahogy rá lehetett őket venni arra, hogy együttműködjenek az állambiztonsággal. Ennek nagyon sok módja volt, alapvetően két formája volt. Az egyik, hogy valamilyen terhelő vagy kompromitáló adattal rá kényszerítették, megzsarolták. Ez 56 után ez jellemző formája volt a beszervezésnek, de egyre inkább rátértek arra, hogy állampolgári kötelességből vállalja a bűnözők, hát itt most ebben a tekintetben, vagy ebben a vonatkozásban a politikai bűncselekmények gyanúsítható személyek feltárását és megfigyelését. Ezt a korszakban ezt hazafias alapnak hívták, és a 60-as évek legelejétől kezdve gyakorlatilag az újonnan beszervezettek 95%-a már ebben a körbe tartozott. Köszönöm a beszélgetést. A második világháború után kialakult lakhatási problémákat a vidéki lakosságnak jellemzően önerőből kellett megoldania. Ennek következményeként kezdődött meg a települések kockásodása. A 60-as évektől közel 800 ezer kockaház épült országszerte, melyek máig meghatározzák a magyar vidék tájképét. A legtöbb ház előtt van valami. Parabola antenna, belóg egy muskátli, egy ág, a villanykábelek. De kint a ház előtt az ember ezt így a szem, tehát tud fókuszálni a mintára, és akkor ezt, hát ez a képben nem így működik, és egyszerűen nem rajzolódott ki, amit én kerestem, ami engem így esztetikusan megfogott ebbe az egész jelenségbe, és akkor elég sokat kísérelgettem. Katarina Roterc a Düsseldorfi Képzőművészeti Akadémián végzett festőszakon. A Németországból egy magyar faluba költözött képzőművész régóta érdeklődött az épületeken megjelenő ornamentikák iránt, de nem tudatosan kezdte el fotózni a kockaházakat. 2002-3-ban kezdtem el őket fotózni, akkor költöztem Magyarországra, vidékre. Az én fókuszom nem a kádárkockán, tehát nem az építészeti típuson volt, hanem ugye az ornamentika, ami a kádárkockán található, de nem csak a kádárkockán, hanem a régebbi háztípusokon. És akkor először azt gondoltam, hogy így a panel, de az nem volt olyan érdekes. Az 1960-as évektől egyforma tervek alapján épült sátortetős házakat tulajdonosaik egyszerű, kapart kőporos díszítéssel próbálták egyedivé tenni. A homlokzat díszítő forma nyelve egyszerre volt népi és modern. Ugye az ornamentikának két nagy feladata van, tehát egyrészt ugye társadalmasít az egész kulturalizációs folyamatban, másrészt meg individualizál, tehát ugye nekem is kell, de legyen más, mint a szomszédé. Rengeteg variáció, verzió van, a legegyszerűbbtől, ahol csak egyszerű vonalak vannak, vagy ablaksáv, mert ugye az egy nagyon szeretett hely, aztán egészen a full, az egész homlokzat tele van egy ilyen opártos kocka mintázattal. Katarina az országot bejárva figyelt fel a kockaházakon a korszak, sajátos lenyomataként fennmaradt homlokzati mintákra, és közel 1200 izgalmas fotográfiát készített róluk. Hihetetlen minták vannak. Az egész mi voltját, meg honnan jöv, ugye mindig azon gondolkodtam, hogy lehet, honnan jön ez, mit csinálnak ezek. Tehát hogy jönnek ezek a minták ezekre a házakra. És akkor elkezdtem őket ugye fotózni, analóg, 6x6-os fényképezőgéppel. Az eredmény Katarina Roterc és Szolnoki József közösen publikált a Hungarian Cubes című kiadványát.
maradványban tekinthető meg, mely több mint 120 fotográfiát tartalmaz, bemutatva a kockaházak legkülönfélébb mintázatait. A kiadványban megjelenő tanulmányok Katarina tipológiáján alapuló közös kutatásaik. Ami feltűnő volt, és azért bejártuk rendesen az egész országot, hogy Baranya megyébe, Somogy megye is már, ezek a nagy geometrizáló formák, azok sokkal erősebben vannak, de vannak ilyen vándor, mi ezt vándor mintának neveztük, ugye. Győr melletti kis faluból lement Baranya megyébe ott nyaralni, és akkor útközben ugye látott valamit, és akkor ezt kb. Így akarta ő is. Rotert magát is meglepte, hogy fotósorozata átlépve a képzőművészeti közeget világsikert aratott. A kötet nyomán létrejött Hungarian Cubes, a legvidámabb barak című kiállítássorozat a Római Magyar Akadémia galériájába is eljutott. Akkor megnézzük most a magyar vidék képét, de egyben megnézzük a lakhatási körülményeket is a Kádár rendszerben. Tomáska Máté építészetszociológus a vendégem, jó estét kívánok. Helyes Kádár kockának neveznünk ezeket az építményeket? Hát a korszak alapján igen, de ha úgy vesszük, hogy egy rendszer magát fölépíti, és ez egy jellegzetes épülettípus társul, akkor inkább a panelházakat kéne Kádár panelnak nevezni, hiszen azt valóban az állam finanszírozta. A kockaházak jellemzően önerőből épültek, legfeljebb hitellel. Tehát ez a magyar vidék magára hagyottságának az egyik jelképe tulajdonképpen? Tulajdonképpen igen, tehát ez a magyar lakáspiacnak az egyik sajátossága volt, hogy nagyon nagy arányú volt a magánerős lakásépítés, ugye főleg vidéken, nem támogatott településeken nem is lehetett állami lakáshoz jutni. Mi indította ezt el? A vágyak változtak meg, vagy a parasztházak váltak kényelmetlenebbé, vagy egyszerűen az iparosodással más igények léptek fel, elköltöztek a fiatalok, a falun szerettek volna ugyanolyan megteremteni, mint ami a városon volt? Hát sok minden játszott közre. Egyrészt volt egy modernizációs vágy a parasztság részéről, de ez nem feltétlenül kockaházat jelentett volna, azt is, ugye ezt kockaházat a két háború között villáknak hívták, de volt egy parasztpolgárosodási út, ami az utcára ráforduló, ilyen nagykapus, zárt, homlokzatú házakat eredményezett volna. Viszont a második TSS-ítés után egyértelművé vált, hogy ezt a fajta magángazdaságot nem engedi az állam. Ezek után az emberek kerestek egy olyan épülettípust, ami megfelelt a rendszernek is, hiszen kifelé nem kommunikálta azt, hogy ők újra kapitalizálódnának, mint paraszt kapitalisták. Másrésztről azért az ő vágyaikat is megtestesítette, hiszen ez egy munkás, polgári életmódot mutatott kívülről legalábbis. Nézzük meg a lakáspolitikát akkor a Kádár rendszerben. Egyrészt voltak a panelek, másrészt vannak a kockaházak, ugye a Kádár kockák vidéken, azt már mondta, hogy ez nem állami támogatással épült. Vidéken az alapvető probléma az volt, hogy ugye a lakáshoz jutás a szocializmusban az egy állampolgári jog volt, de ugye ezt nem biztosították mindenkinek. A nagy lakásépítési beruházások azok a városokra, a szocialista városokra, illetve a nagyvárosokra, Budapestre koncentrálódott, és vidékre egyszerűen nem jutott beruházási pénz. Ami jutott, az is ugye főleg közintézmények épültek, illetve voltak szocialista mintafalvak, ezekről ugye kevesebbet tudunk, de mondjuk így épült fel Hortobágy község, ott például nem kockaházak épültek. Tehát ez is izgalmas, hogy maga a rendszer, főleg az építészei révén, ugye nem szerették a kockaházat. És miért szerette annyira a vidék? Azért, mert alapvetően segítette őket egy polgárosodási folyamatba. Tehát aki egy kockaházat épített, az kilépett ebből a paraszti sorból. Tehát most TSS-ítés ide, TSS-ítés oda. Ugye a II. Világháború előtt sem volt olyan büszke dolog Magyarországon parasztnak lenni, tehát hogy ez egyfajta stigmát is jelentett, és ez a kockaház kilépést jelentett. Egyébként nem így hívták a kortársok, hanem egyszerűen családi háznak. Tehát az, hogy kockaház, sátor, tetős kockaház, Kádár kockaház, ezek mind utólagos elnevezések. Tehát ők egyszerűen családi házat építettek. Ezeknek a településeknek most vannak lenyomatai, ugye 100 000 fotó készült nagyjából vidéken, ha jól tudom nagyjából, és ez bent van a levéltárban. Önök ebből kiállítást szerveznek most? Hát több kiállítás is készült, ugye 1984-85-ben Magyarország felszabadulása
emlékére egy nagy fotósorozatot készítettek a országban amatőr fotósokkal, és ez az anyag ez a Magyar Nemzeti Levéltárba került, és majdnem 40 évig ott is maradt, nem készült belőle korábban feldolgozás, és most minden megyében készült egy-egy kisebb kiállítás, illetve itt Budapesten a kockaházakról egy központi kiállítás is. Köszönöm a beszélgetést. A lakáshelyzet után a 60-as, 70-es évek mindennapjainak jelképes fogyasztási termékeivel folytatjuk, de előbb lássuk, mi minden lesz még ma. Buszt gyárthatsz, robotgépet nem. Hogyan működött a szocialista országok hiánygazdasága? Beatzene és táncdalfesztivál. Hogyan kontrollálta a hatalom a fiatalokat? Csacsacsa és megáll az idő. Filmek a 60-as évekről, mai szemmel. Feldolgozatlan nemzeti múlt, a Kádár korszak ma is velünk élő traumái. Annak, aki megélte a 60-as, 70-es éveket, nem ismeretlen fogalom a gépkocsi nyereménybetét könyv, a Merkur autótelep, a füllet május 1-i felvonulás, az úttörő nyakkendő vagy a takarékbélyeg. Elevenítsük fel a Kádár korszak hiánygazdaságát és fogyasztási szokásait a Szentendrei Retro Design Center Múzeum tárgyai segítségével. A mögöttem levő képen az anyósom látszik, aki az 50-es években a Danovia gyárban dolgozott lakatosként, hiszen a háború után a nőket is átképezték a nehéziparba. 1956 nyarán készült el a 10.000. Danovia motorkerékpár, és az újság egy riportot csinált erről, és az anyósomat fényképezték le. A Szentendrei Retro Design Center Múzeumban a Kádár korszak tárgyain keresztül pillanthatunk bele a 60-as, 70-es évek világába és életmódjába. Van kempinges életképünk, benzinkutas életképünk, autóvezetős, ott is oktatós autónk, van buszmegállónk, busszal, újságos pavilonnal. A kiállításunk gerincét az autók alkotják, illetve a járművek, a hozzátartozó kerékpárok, motorkerékpárok, van egy Icarus buszunk is, és ezzel kezdődött a gyűjtemény. Az újonnan kialakuló kommunista államvezetés egyfajta műjóléti társadalmat hozott létre a 60-as évekre. Ez azonban csak hiánygazdaságként volt képes működni, amely számtalan kényszer megoldáshoz vezetett. Hogyha itt fölnézünk a polcra, akkor szokon rádió, és láthatjuk az elemeket is kívülről rárakva, ami ez egy szintén jellemző kortünet volt. Amit fontos ebben látni, ugye a Szokol, mint nagyon sok esetben, ugye az eredeti termék, az ugye egy szovjet konstrukció volt, amelyet hát aztán ugye itt Magyarországon is használtak. A termékek korlátozottan áramolhattak a keleti blokkban. Nem jutott elegendő árucikk az igényeknek megfelelően. Az újdonságnak számító elektronikai eszközök választéka és minősége messze elmaradt a nyugati országokéhoz képest. Hogyha mondjuk meghibásodott például egy televízió, akkor jóformán lehetetlen volt beszerezni hozzá az alkatrészt. Ugye ennek is az volt az oka, hogy nem hoztak belőle elegendőt, és Magyarországnak meg nem volt lehetősége arra, hogy saját maga állítsa elő az alkatrészeket. Úgyhogy nagyon-nagyon sok ideges olvasói levelet olvastam, amelyben ugye reklamálnak azért, hogy hiába fáradnak be a keravilba, vagy annak a szakszervizében nem tudnak nekik segíteni. Ennek oka a KGST-n belüli munkamegosztás. Magyarország például autóbuszt gyárthatott, de turmixgépet nem. Ezért nem csak az alkatrészekre, szinte minden baráti országban gyártott fogyasztási cikkre várni kellett. Autóra minimum 5 évet. Bizonyos országok bizonyos típusú autót gyárthattak, ugye a Trabantot például az NDK, a Zsigulit ugye a Szovjetunió, és bizonyos darabszámot tudtak elkészíteni, ez szintén ugye a hiánygazdaságnak volt köszönhető. A
60-as, 70-es évek műjóléti rendszerében a nyugati termékek iránti igényt kényszermegoldásként itthon gyártott márkákkal igyekeztek pótolni. Ez igaz volt a legnagyobb slágerre, a Farmerre is, amelynek a 70-es évek második felében megszületett a magyar változata. Eleinte 300 forint volt egy nadrág, viszont ugye a divat ez mindig változott, és hát ugye az akkori fiatalok is szerettek volna divatosan öltözni, ezért a kádnál körömkefével kezdték el súrolni a nadrágokat, hogy kőmosott hatást érjenek el. Valódi nyugati árucikkekhez csak az úgynevezett dollár vagy diplomataboltokban lehetett hozzájutni, ahol nyugati valutával kellett fizetni útlevél felmutatása mellett, amit csak a kiváltságosok birtokoltak. Csemege ajándékkosár fogyasztás és zene a Kádárkorban, ezzel a címmel jelent meg Tóth Eszter Zsófia és Pózs Zoltán könyve, és Tóth Eszter Zsófia most itt van velünk. Hát a hiánygazdaságról már beszélt itt az imént, de azért ennek a súlyát is érdemes egy kicsit megvilágítanunk, mert hogy Magyarországot ebben az időben ugye egyrészt puha diktatúrának, másrészt pedig a gulyás kommunizmus államának nevezték, de ettől még hiány volt. Pontosan, és ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ugye ennek oka a KGST-n belüli munkamegosztás volt az egyik, tehát ez ugye azt jelentette, hogy Magyarország például nem gyárthatott autót. És az, hogy a nyugati termékek ne jussanak be, ez pedig a kokomlista miatt volt, tehát ugye amiatt, hogy a katonai technológiát ne tudják meg a szovjetek és csatlós államaik, ezért ugye sokkal később jutottunk mi hozzá akár a számítástechnikai újdonságokhoz is, csak akkor, amikor már Bécsbe bevásárló utakra lehetett menni, de hogy ilyen szempontból is sajnos egy kényszerű fáziskésésben voltunk. Hiába voltak leleményesek a magyar feltalálók, bizonyos dolgokat azért ők sem tudtak alapanyag és alkatrész nélkül úgy fejleszteni. Hát persze, például nem tudták feltalálni a kólát. Ugye a rágógumit azt feltalálták, volt ez a gömbszerű magyar rágógumi is, de azért mégiscsak külföldről kellett behozni, és ez nagyon nagy slágercikk volt. Pontosan, ugye 68-tól lehetett itthon kapni ezt az italt, és előtte viszont az imperializmus italának tartották, és gyakorlatilag ugye szerették volna ösztönözni az üdítőital fogyasztást, és ezért is volt az, hogy ugye amikor kivonták a Bambit, a magyar üdítőt a forgalomból, akkor helyette hozták be. Ennek oka egyébként az volt, hogy akkor a mélyhűtő technológia már eléggé fejlett volt ahhoz, hogy tudják úgy hűteni ezeket az italokat, ami ugye előírásszerű volt. Ugye változott közben a világ körülöttünk, és a nők helyzetével is foglalkozik ebből az időszakból is. Miként változik meg a nők helyzete? Mondjuk ugye a Kádár rendszerben talán 1945 utáni időszakot is mondhatjuk. Ugye itt 45-től volt egyenjogúság a választójog területén, illetve az, hogy a nők minden egyetemre mehettek, de azért azt ugye fontos hangsúlyozni, hogy a Rákosi diktatúra alatt volt ez a erőltetett traktorista lány kép, tehát hogy a nőket szakmunkásnak, traktoristának is kényszerítették, és a erőltetett iparosításnak volt a része, míg a 60-as években kevésbé volt szükség a női munkáskézre, és ezért jött egyébként a gyerekgondozási segély. Tehát a propagandában az úgy jelent meg, mint egy jóléti intézkedés, de valójában ennek kőkemény gazdasági háttere volt, egyszerűen azokra a nőkre nem volt szükség már az iparban, és utána a gyes betegség is kialakult, ami amiatt, hogy a nők kényszerűen elzárva otthon kellett maradniuk, ezért mindenféle ilyen neurotikus tüneteik lettek, tehát azért ez sem volt annyira egyszerű, mint ami ennek első látásra tűnik. De ez azt jelenti, hogy a nőknek a helyzete, vagy a nőkről alkotott kép a Kádár rendszerben változik, tehát inkább a családi tűzhelyű őrzője, mint munkás ember? A propagandában nem változott meg, de a realitás az gyakorlatilag ez volt, viszont azért az is van, hogy a nők mindig szépek akartak lenni, mindig jó feleségek és jó anyák szerettek volna lenni. Ehhez viszont a mintát nem mondjuk Zoja Kozmogyemszkájától vették, tehát nem ugye a szovjet partizánnőktől, hanem az olasz filmekből. Ugye az olasz filmekben ott volt Claudia Cardinale, aki egy gyönyörű nő volt, és ezért is kezdték a hajukat úgy tupírozni, vagy úgy festeni magukat. Tehát ez megint ugye a leleményesség, hogyha nem jutottak hozzá azokhoz a termékekhez, akár a kozmetikában is, akkor ők maguk fejlesztették ki. Azért azt elmondhatjuk, hogy különösen a környező országokhoz képest Magyarországon valamivel jobban éltek talán az emberek, nagy önkizsákmányolással persze, de valamivel talán jobban éltek. Sok autó nem volt, de azért mégiscsak egy picivel több volt, mint az
50-es években. Hát pontosan, ugye az autókra Kocka-Lada, ugye, igen. Trabant, Wartburg. Igen, meg ugye a 5 évet kellett várni az autóra, tehát a befizetés után, de amikor végre valaki hozzájutott, és mondjuk beletörődött abban a színbe, amit éppen aktuálisan kapott, még akkor is az egy csúnya színű autó volt, akkor viszont ugye ezzel már járt tényleg az autózás szabadsága, 70-es évektől már egyébként autostopp is volt, bár korlátozottan engedélyezve, és igen, ezzel együtt jár az, hogy weekendre lehet menni az autókhoz, például árultak ilyen kis weekend kávéskészleteket, meg weekend táskákat, tehát ezt például szorgalmazták, hogy a szabadidő helyes eltöltése az nem az, hogy a telken görnyed a munkás ember, aki ugye egész héten a gyárban dolgozik, hanem menjen el a kis trabantjával vagy a Kocka-Ladájával egy weekendre is akár. Na hát köszönöm a beszélgetést. Az Ész a fontos, nem a haj, énekelte az Illés zenekar 1969-ben. Az ismert dalszöveg a fiatalokat szigorú kontroll alatt tartó rendszer kritikája tulajdonképpen. A KISZ, vagyis a Kommunista Ifjúsági Szövetség 1961-ben kapta meg a fővárostól a háborúban súlyosan megrongálódott, majd közmunkával helyreállított Várkert bazár területét, ahol a hatalom ellenőrzése alatt tarthatta a szórakozni vágyó tömeget. Az IFI Park kezdetben szigorú öltözködés és viselkedési szabályok mellett 20 éven át volt a fővárosi fiatalság szórakozó helye. Ez, pontosan ez volt, ez a kis kagylóforma, ebbe álltak a zenekarok. Utána fokozódott a helyzet, ide már nem fértek el a bandák, akkor itt szembe csináltak egy színpadot. A végén azt csináltuk, hogy a mi cuccunk föl volt rakva előre, és a közönség háta mögé pedig feltettük az Omega cuccot, és kiestek az ablak táblákatokból, olyan hangerő volt. A Budai Ifjúsági Park, vagy ahogyan rajongói nevezték az IFI Park, 1961-ben nyitotta meg kapuit, 5 évvel az 56-os forradalom leverése után. A hatalom számára kellett egy hely, ahol a fiatalok kontrollált körülmények között vezethették le felgyülemlett energiáikat. A helyszín az 1875 és 83 között Ybl Miklós tervei alapján épült Várkert bazár lett. A Budai IFI Park azonban több lett, mint egyszerű szórakozóhely. Kilépve kereteiből, az 1970-es évektől a magyar rockzene és a politikai ellenállás meghatározó szintere lett. Schuster Lóránt a P-Mobil együttes alapítója és frontembere. Ifjúságának egyik legfontosabb helyszíne volt a Várkert bazár. Kemény rockot játszó zenekarával a 70-es évek elejétől több mint egy évtizeden át volt állandó fellépője a Budai IFI Parknak. Keddi fellépéseiken több ezer ember gyűlt össze. Itt játszottuk el először a honfoglalás vittünket, és a legnagyobb meglepetésemre több ezer ember letérdelt és térdelve hallgatta végig. Na most ettől a hatalom nagyon-nagyon megijedt. De hát általában ezektől a dolgoktól nagyon féltek. Hát hogy merészel egy zenekar arról énekelni, hogy azok a hegyek még ma is állnak, vagy az a nép még ma is él, vagy egyáltalán számot írni Erdélyről? A világon élni csak hősként érdemes. Rajtad a sor, hallod? Mondd tovább, énekes! Az Ifjúsági Parkot történetének utolsó koncertjén a P-Mobil és Schuster Lóránt búcsúztatta 1984. szeptember 23-án. Eszelős hangulat volt, és amikor lehúzták az erősítőt, mindig a park műsora az Il Silencióval, Zsoldos Imre trombitálta annak idején, mindig ezzel ért véget. És akkor ez nagyon érdekes volt, hogy elhaltak az utolsó hangok, és a közönség szépen lassan elindult hazafele, és hát mindenki szomorú volt, mert tudta, hogy nem fognak visszajönni soha. Most is ajánlunk egy könyvet, az Ész a fontos, nem a haj, a Kádár rendszer könnyű zenei politikája, Csatári Bence történész könyve. Jó estét kívánok önnek! Jó estét kívánok! Honnan indul ez a könnyű zenei politika a Kádár rendszerben? 56. november 4-e a rendszer indulása, ehhez képest mikor kezd el a könnyű zenével foglalkozni? A Kádár rendszer szinte az első pillanattól kezdve. Azt szoktam mondani, hogy még ácsolták a bitófákat, de már annak az árnyékában megjelent az első könnyűzenei intenció. Nevezetesen egyébként idősebb Földes László, azaz Hobó apukájának a szájából, akit egyébként egy
politikai bizottsági, akkor még úgy hívtak, hogy ideiglenes intéző bizottsági ülésre hívtak meg 57. február 25-én. 57. február 25-én, hát bőven ácsolták még a bitófákat, mert 1961-ben még kivégeztek 56-osokat. 61. augusztusában volt az utolsó. Mit mondtak akkor erről? Azt mondták, hogy, és meglepő egyébként a picit, amit most fogok mondani, szükség van a magyar fiataloknak a szórakozásra, ezért a szórakoztatás politikát át kell gondolni. És itt csúszunk át egy kicsit a 3T-be, ugyanis 56 előtt csak 2T volt. Vagy támogattak valakit, és akkor komoly zeneileg minden rendben volt, Kados Apár, most nem a sorolom a komoly zeneszerzőket, és vagy tiltottak valamit. Ez a képlékeny határmenete, mint hogy tűrt, ez nem nagyon létezett. Ezt a Kádár rendszer vezette úgymond be, Acél György nevéhez fűzik sokan, de expressis verbis nagyon sokára, még csak 1968 április 1-én a Politikai Akadémián tartott előadásában mondta azt ki Acél György, hogy mi valamit támogatunk, valamit tűrünk, valamit pedig tiltunk. És akkor ebben a támogatott kategóriában nem nagyon került be a könnyű zene? Nem annyira, nem. Tényleg nem. A tiltottba bekerült? Igen, tehát ez a képzetbeli mérleg azért nagyon húzott a tiltott irányába. Attól függ, hogy mit veszünk persze támogatásnak, hogyha azt is támogatásként értékeljük, hogy valakinek megjelenhetett lemeze, akkor ez valamiféle támogatás, csak azért ne felejtsük el. Hát akinek megjelenhetett. Igen, persze, tehát működött 4000 együttes Magyarországon, és 60-as évek végén 20 előadó, ebben a szólisták is benne vannak, lehetett, büszkékedhetett azzal, hogy önálló korongja van. Hogy lehetett egyáltalán színpadra jutni? Hogy lehetett egy lemezhez az egy következő lépés? Hogy lehetett színpadra jutni? Hát Ori vizsgát kellett tenni, vagy OSK vizsgát. Az Ori, ez az Országos Rendezőiroda, igen, OSK? Országos Szórakoztató Zenei Központ. Mind a kettő kicsit túlélte egyébként a rendszerváltást, ez egy külön fejezetet értem benne a beszélgetésben, de ami az érdekesség, hogy az Országos Rendezőiroda adta meg a működési engedélyt a pop-rock zenekaroknak, és az előadóknak is. Tehát hogyha extrém esetben, hogyha például Radics Béla zenekarában a dobost kicserélték, van erről dokumentum, akkor az új dobossal újra el kellett menniük az Ori székházába, akkor ugye Vörösmarty tér egy szám alatt volt, és ott kellett újra vizsgázni. Szerették az állandóságot, úgy látom. És megtörtént az a csúfondárosság a magyar Jimi Hendrix-szel, a magyar gitárkirállyal, hogy nem engedték őket Ori vizsgához. Ez már a 70-es évek második fele. Jó, tehát ez az ellenőrzés része volt tulajdonképpen az Országos Rendezőiroda, igen, mert akinek ők nem adtak engedélyt, az nem léphetett fel sehol. Így van. Nem léphetett fel sehol pénzért. A gázsik is le voltak szabályozva. Tehát a 60-as évek végén fejenként 150 forintot kapott egy menőbanda, mondjuk az Élés együttes tagjai. Azt láttuk, hogy a Rákosi rendszer állambiztonságának a képviselői miként kerültek át aztán a kultúrába, a különböző területeken, könyvkiadóknak a vezetői, igen, voltak, a televízió, konferencié, színházvezetők, stb. Ide is kerültek a könnyű zenéhez? De nem kell messzire menni. Az Ori vezetője, Kessler Pál, AVH-s volt. Ugyanúgy a két osztályvezetője, akik egyébként egymást váltották az igazgatás osztály élén, Csanádi Lajos meg Fényes László, mind a ketten az AVH-ból pottyantak ide. Ugye ez az 1962. augusztusi MSZNP-KB határozatból származik, ez a vérátömlesztés, és csak nagyon-nagyon sokára koptak ki ezek az elvtársak, mondhatjuk is, hogy kb. 80-as évek elejére a kulturális életben. Már legalábbis, ami a hanglemezgyártást, illetve a magyar könyvzenét illeti. Igen, mert a többi területen még lehet, hogy később is működtek természetesen. Jó, hát ez is a Kádár rendszer egyik jellemzője, akkor ezek szerint ezt nyugodtan mondhatjuk. Igen. Film. Extázis 7-től 10-ig, 1969, ugye mégiscsak engedtek egy filmet. Mi ennek a jellemzője ennek a filmnek? Kovács András egy olyan filmet hozott létre, ami azért meglepően más képet mutatott, mint a két éve korábbi Ezek a fiatalok. Ugye azt 67-ben forgatták, egy tipikus agitpropos kultfilm volt, amit szokták mondani, az MSZNP-KB agitációs és propaganda osztálya szinte utasította Banovics Tamást, hogy csinálja meg ezt a filmet, és azt ugye a Budai Várban, az ottani Várklubban készítették, míg itt sokkal több helyszínre, még a Balatonra is lelátogattak a kamerások, és olyan szintig belemásztak az élet sűrűjébe, hogy az éjszakába nyúlóan szórakozó fiatalokat megszólaltatták, mutatták, hogy a rendőrök hogyan ellenőrzik a briftasnyiukat, elvették a személyigazolványukat, illetve megkérdezték, hogy azt az 50 forintot, ami náluk van, azt mire fogják költeni. Hát teljesen más idők voltak akkor, mint most. Azért a 70-es évekre megváltozik a könnyű zene is, ugye már nem a beat korszakról beszélünk, igen, hanem a kemény rocknak az időszakáról, igen, más zenekarok is lépnek fel, de van még egy film, amit mindenképpen emlegetnünk kell, a Megáll az időt. Mennyire jellemzi ez ezt a korszakot, ennek a korszaknak az elejét?
Hát azért megállt az idő, és ugye az az 1981-ben forgatott, 82-ben bemutatott Gotthárd Péter alkotás, ez azért pont 20 évvel korábbra, ez egy retrospektív film mutat vissza. És hát gyakorlatilag visszaidézi azt az időszakot, amikor az Iron Curtain-ön keresztül nem, azt hitték az elvtársak, hogy nem fog tudni majd beszüremkedni a könyvzene, de hát beszüremkedett, és így lett az Iron Curtain-ből Nylon Curtain. És így lett a vasügömből tényleg egy ilyen áteresztő képes és rendelkező valami, amiben az is beletartozik, hogy a zeneszámokat, a külföld, akár egy Elvis Presley számot, vagy egy Beatles számot meg tudtak hallgatni a magyar fiatalok, akár a Luxemburg Rádió, akár pedig a Szabad Európa Rádió. És le is tudták másolni. Igen, igen, és játszották is. Ja, köszönöm szépen a beszélgetést. A legújabb kutatások azt állítják, hogy szenvedéseink, traumáink nem maradnak nyom nélkül személyiségünkben, sőt a következő nemzedékek életére is hatással lehetnek. Igaz ez a Kádár korszakra is, ezzel folytatjuk mindjárt. Most nézzünk meg egy rövid részletet az imént már emlegetett Megáll az idő című filmből. Valószínűleg sejtitek már, hogy én vagyok az új osztályfőnök. A nevem Lovas Endréné, Kertész Lívia. A gúny nevem Malackok. Azt viszont nem szeretem, ha ezt hangosan utánam kiabálják a folyosón. 58 kiló vagyok. Férjezett. Van még valami homályos pont az életemben? Tessék. Meg tudná mondani a tanárnő, miért rúgták ki az előző osztályfőnökünket? A kérdést nem vártam. Nem is gondoltam, hogy ilyen jó szellemű osztályba kerülök. És remélem, hogy ezentúl is így beszélgetünk. Tehát, ebből az iskolából mintaiskolát akarnak csinálni. Azt nem tudom, hogy én majd mennyire fogok beleilleni ebbe az elképzelésbe, de ez másokra tartozik. Egy bizonyos, hogy szombati tanár úr nem illett bele. Kielégítő volt a magyarázat? Csak nem értem pontosan. Tóth Eszter Zsófiával folytatjuk most. Ja, az, hogy a rendszer hogy működt, azt nagyon szépen mutatják a május 1-i felvonulások, amikor a tribűnről, fentről megszemléli ugye az ország vezetése az alant hömpölygő tömeget, és integetnek ugye kölcsönösen egymásnak. Ez azt hiszem, hogy jellemző erre az egész rendszernek, és az ellenőrzöttségére jellemző. Kötelező volt május 1-én felvonulni, legalábbis egy időben biztosan. Pontosan, és ugye ilyen szempontból tényleg, aki még nem látta, érdemes megnézni az 57 május 1-i felvételt, ezt a tömeget, és de gyakorlatilag ez a 80-as években is ugyanígy ment, tehát el kellett menni, olyan nem volt, hogy valaki nem ment el egy gyárból, de akár egy értelmiségi munkahelyről is, azzal azért elég sokat kockáztatott. Ja, akkor nézzük meg a Kádár rendszer traumát egy kicsit konkrétabban. Például 56-ról nyilván nem lehetett beszélni, legalábbis úgy, ahogy 56 megtörtént, nyilvánvalóan nem lehetett beszélni. Ez az elhallgatás, ez lehet egy trauma. Mondjuk, akiket akkor megölte, azoknál is, hát hogy elmondták ki a gyerekeknek, az is kérdéses. A 60-as, 70-es években milyen traumákat lehetett még összeszedni ebben a korszakban? Hát ugyanúgy lehetett olyan, hogy politikai okból elítéltek egy családtagot. Gondoljunk ugye a március 15-i felvonulásokon azokra, ugye ez például Szalai Miklós és társai, akik ugye Kossuth nótákat énekeltek, vagy kokárdát hordtak. Most az ő családtagjaik, az ő gyerekeik ugyanúgy szembesültek azzal, hogy a társadalmon kívülre kerül az édesapa a politikai hitvallás miatt. Tehát ez mind a 60-as, 70-es években, de ugyanúgy a egyetemi felvételinél is, aki ugye egyházi iskolában érettségizett, előtte hiába ért el maximális pontot, bezárultak a bölcsészettudományi karok, csak mérnök tanár lehetett. Hát ugye ez is mind olyan, hogyha nem tudjuk a képességeinket megfelelően kibontakoztatni, eleve egy hátrányból, egy nehezebb élethelyzetből indulunk, és erre a diktatúra kényszerítette rá ezeket a nagyon tehetséges embereket. Igen, és még azt is el kell mondanunk, hogy a TSS-ítés az például a Kádár rendszerben teljesedik be, 1961-re fejezik be, ugye verésekkel és kényszerrel mindenképpen. Tehát nem tudom, hogy ma 2022-ben tudunk-e már teljesen részrehajlás vagy tabusítás nélkül beszélni általában a Kádár rendszerről, vagy tovább élnek az akkor felépített ilyen toposzok vagy illúziók? Hát azon dolgozunk, ugye mi is. Önök történészként, igen, meg mi is most meg, itt. Meg ugyanúgy, igen. Tehát a televízió is, igen, hogy egyrészt átadjuk, terjesztjük az ismereteket, most már megvan hozzá a kulcs, a lehetőség, beszélünk róla, nyíltan beszélünk, hát a legdrámaibb történésekről is nyíltan beszélünk, és lehetőséget teremtünk az embereknek arra, hogy a saját
múltjukat fel tudják dolgozni, hogy ezzel szembe tudjanak nézni. Hát gyakorlatilag szerintem ez a munkánknak a fő értelme. De azt akkor elmondhatjuk, hogy a Kádár rendszer tulajdonképpen a Rákosi rendszer folytatása, proletár diktatúra és diktatúra mindenképpen, kemény ellenőrzéssel, kemény diktatúrával, kicsit más módszerekkel. Pontosan, és ezt nagyon fontos is hangsúlyozni, hogy ilyen szempontból a 45-től 89-ig tartó időszak diktatúra végig. Nincsen különbség. Maga Kádár János volt az, aki szerette volna önmagát Rákosival szembeállítani. Tehát gyakorlatilag, amíg még a kettő rendszert külön választottuk, ez éppen a kádári gondolatnak a továbbélése volt. Hát tényleg 88-ban is volt még, hogy politikai ügyben tehát röplapterjesztés miatt eljárást indítottak. Tehát szerintem ez fontos, hogy ugyanúgy nem volt sajtószabadság, ugyanúgy nem volt vallásszabadság, gyülekezési egyesülési szabadság, ez még csak a rendszerváltoztatás után lesz. Nagyon köszönöm a beszélgetést. Szívesen. Kedves nézőink, mai adásunk végére értünk. Jövő héten az ókorba utazunk, mégis maradunk majd Magyarország területén. Mekkora város volt, mekkora település, és milyen összetételű volt a lakosság. Elsősorban kiszolgált katonák, tehát veteránok és az ő hozzátartozóik, de szintén iparosok, kereskedők éltek, és ezen túlmenően az a bennszülött alaplakosság, a kelta lakosság, így 11 ezer fős lakosságról beszélünk. Kedves nézőink, Önök az M5 históriát látták. Jövő héten ugyanebben az időpontban várjuk Önöket. Kövessenek minket a közösségi médiában is. Műsorunkat visszanézhetik a mediaclick.hu weboldalon és a YouTube-on is. Viszontlátásra!